Szeretettel köszöntöm a televízió nézőket. Önök a Görvárosi Televízió kulturális magazinját látják. Érdik a Zsuzsa vagyok. Nézzük magazinunk tartalmát először röviden. A kulturális örökség napok keretén belül a 2014. évi Gödi Almanak könyvbemutatóját tartották a József Attila Művelődési Házban. 1994-ben jelent meg az első almanak, 20 év alatt ez a 16. kiadás gazdag képanyaggal, színes kivitelben, érdekes mellékletekkel. A könyvbemutató egyik különlegessége volt, hogy majdnem minden 26 szerzőt megismerhettük személyesen. Kérdések volt, és többnyire nehezen válaszoltam rá, tehát mindenképpen tanulmányozni kell. Most már 8 éve vagyok polgármester Gödön, nagyon köszönöm ezt a Gödi lakosságnak, és ez alatt a 8 év alatt 2010-ig 4 szám jelent meg az almanakból, általában támogatta a város, és most az elmúlt 3 évben nem volt erre időnk, és a szerzők is kicsit kevésbé érezték talán fontosnak. És tavaly úgy gondoltuk, hogy jó lenne egy ünnepi szám, hiszen jubileumihoz érkezik az almanak, 20 éves, a 16. szám lenne, és így módon aztán az idei polgármesteri keretet erre szántuk nagy részt, és ebből aztán elkészültett a gyönyörű kiadvány, amely formájában, kivitelében jobb, mint az eddigiek, tehát szebb a nyomda technikája, tartalmában pedig remélem, hogy szintén fölír az eddigiekkel. A 94-es szám egy egész végigmenő is kötet volt, az ember azt gondolta, hogy ki is írták magukat a gödiek, és többet nem lesz mit írni. Aztán 2004-ben, mikor a 10 éves jubileum volt, akkor szintén volt egy ilyen érzés, de úgy láttam, hogy nincs ebben megállás, és amíg gödi lesz, addig mindig lesz miről írni. Most nemre csatlakozása újabb terepet nyit a emlékek előtt. Ki a névei, igen, névei. Ráadásul, hogy az elmúlt almanakos években Gödnek kialakult egy történelmű, amely szinte 99%-ban pontos is, tehát valóban a valóságot fedi, de azért talán kicsit több is annál.
egy nagyon hasznos összetartó Gödő lakosokat, akik mindenhonnan jöttek az ország minden részéből, bár volt, akik nagyon régen itt élnek Gödön, ugye a retro aliklubosok, de a többség azért később költözött ide, és szükség van erre a tevékenységre. Hogy ez jobban beívódjon a közvéleménybe, a körkép, mindig körképet mondott, de almanaknak a tartalma, a szomorú tapasztalatom volt az, hogy a régi számok nehezen jutottak el az olvasókhoz, különböző raktárakban, helyekben bizony jelentős darabszámok hevertek éveken keresztül. Ezeket összettük egybe, és akkor egy kisebb fogyasztói áron került értékesítésre, de ekkor sem nagyon ment, hogy most végül volt egy javaslat, hogy az árat állapítsuk meg egységesen 300 forintban, tehát ezért már gondolom el lehet vinni, és el fog fogyni az eddigi számok mindegyike. A mostani számnál, hát nem is akarom mondani, mennyibe kell egy ilyen kiadványnak az előállítása, de azt gondoltuk, hogy a terjesztésben nagyon nehézkes, ha meg kell venni. Ezért aztán az iskolákban valamennyi tanárnak, aki foglalkozik a gyermekekkel, adunk így egy példányt, hogy ebből dolgozhassanak, és valamennyi iskolai osztályban a két legjobban tanuló, illetve akit kiválaszt az adott tanár, annak a diáknak szintén adunk egy-egy példányt. Óvodákban az óvodőknek, ide számítjuk azokat az iskolákat, amelyek nem városi, most már nem városi fönntartások, amúgy sem, de amelyik az idő tartozik. A Budaszem iskolában és a Pialista iskolában is ugyanezt megkapják a tanárok egy-egy példányban, illetve a két legjobb gyerek. Ezen túl menően az intézmények eletőjének szintén adunk, ahol foglalkoznak gyermekekkel, és reméljük, hogy ennek kapcsán a tanrendben, illetve a hétköznapokban egy-egy érdekesebb cikkről vagy írásról lehet tartani betélkedőt vagy ismertetőt, ami előre viszi a körkép almanak megismerését. A körkép nagyon fontos nekem, ezért mondom mindig, és az almanak is. Most akkor hogy jön a körkép az almanakhoz? Hát Politek Bende a Trévin, aki a körkép főszerkesztője, és aki az almanak összeállításában oroszlán részt vállalt. Először megkerestük a szerzőket, nem mindenki volt készséges, sokan azt mondták, hogy elfáradtak, nagyon fárasztó munka, nem igazán érnek rá, de aztán a rábeszélő munkának és a megalakuló közösség erejének köszönhetően összejött a szerkesztőgárda, és sok-sok meneten keresztül nagyon komoly munkával létrehozták ezt a almanakot. Úgyhogy remélem azt, hogy így ez a terjesztésben, másrészt a tartalomban való fejlődés sikeres lesz, és a következő évben is lesz még mód arra, hogy a kiadvány megjelenhessen. És akkor kívánok a mai napra itt jó együttlétet, szórakozást, és megnyitom, vagy köszöntöm a jelenlőt. Amit nem mondtam, de nem vállalkozom rá, hogy mindenkinek a nevét elmondjam, és kihagyni senkit nem akarok. A teremben nagyon sokakat ismerek, név szerint is, persze néha gondolkodom, hogy pontosan hogy is van az a keresztnév, mert azért nem egyszerű. De akiket ki kell emelnem, azért az eredeti szerkesztők közül 94-től az természetesen Bátorfi Józsi úr, vagy József úr, gondolom. Lát, József úr! Gyüle János úr! Elmondanám már egyik Nagyiti Tamás úr, akiről szó volt az elvárom. És akkor ennek a négy megalapozó főszerzőnek, egy személyes almanakon túlmenően még négy példányt adunk, hogy hármat még? Négyet. Tehát az, hogy öt példányt kapnak, hogy az önei kedves ismerősöknek is tudjanak adni. És akkor első Bátorfi József urak. És a borocskát is. És van egy nagyon, bocsánat, egy nagyon szép lakett, amit szintén... Na végre. Még most az van, polgármester úr, hogy mindent nem jöhetett volna létre, hogyha nincs, aki kiadja, és én azt a feladatot kaptam a koordinátor, azt mondja, hogy... Köszönjük szépen! Szeretném megköszönni azt a munkáját, aki rengeteget dolgozott ennek a zsangát. Talán
Talán emlékszünk mindannyian arra, hogy valamiképpen hogy megcsendesült az élet 1956 után, 58-59-ben, 60-ban már úgy valahogy nyugodtabbak voltunk, és akkor elterjedt egy mozgalom az országban, minden falu, minden település hozzáfogott a monográfiája elkészítéséhez. Gödön is szóba került ez a dolog, és hát fel is kértek, pedig hát rajtam kívül többen is voltak hát diplomások, végzett emberek, akik alkalmasak lettek volna erre a kutató munkára, de hát én nem tudom miért, Göbölös Géza és Vanicsek Éva, ki emlékszik a nevükre? Köszönöm. Ők megbíztak engem. Na most én nekem az emlékezetem éppen a családhoz való kapcsolódás révén, hát a nemeskéri kis családhoz fűződött annak az itt lététől, az ő kezdetüktől fogva, talán a világháborúig az a szakasz, amikor anyai nagyapám, Rákóczi István révén, aki a tehenészet vezetője volt, de édesapám részéről is, aki a Fekiács Jánosra, ki emlékszik? Fekiács János, erdész, a Pulykaházban lakott. Igen. Hol volt a Pulykaház? Ötös, köszönöm. Jó. Ott volt ugye annak a révén. És hát nekünk addak idején ez volt a kezdet és a vég. De aztán az történt, hogy hát kutatni kellett. Hát elmentünk drága párommal, ahová lehetett, elsősorban a múzeum körúton, a múzeummal szemben levő nagy, minek hívják ezt, ahol a régi könyveket láttak, antikváriumban, ahol kezünkbe nyomtak egy hatalmas kötetet, gyönyörű kivitelben. A millenium idején adták ki az összes akkori Nagy Magyarországnak, hát ettől nagyobb Magyarországnak a megyeinek, járásainak, városainak, településének a monográfiáját. Nagyon sok kitűnő szakember dolgozott rajta, gyorsan kerestem, megtaláltam, Göt Puszta mondja, és az írja benne, hogy Göt Puszta határában valamely roppant épület romjai láthatók. Hát én nem tudtam sehol, hogy hol vannak itt romok, hol láthatók itt. Aztán jött barátom, Gyüre János, itt volt a neve, Gábornak köszönhetően, akinek a fia a Honvéd Térképészeti Intézetben dolgozott. És hát az ő javaslatára felkerestük az akkori polgármesterrel ezt az intézetet, ahol formás összegért rendelkezésünkre bocsátották azokat a légi felvételeket, amelyeket 1956 márciusában, amikor még nincsenek a fákon lombok, amikor még árnyék nincsen, egy AN-22-es repülőgép hasára kötött óriási fényképezőgépe egész Magyarországot szépen végigfényképezte, oda-vissza klasszul, és ott meg lehetett kapni ezeket a diákat, mondom, formás összegét, gyönyörű, ragyogó módon tárolták az egészet, pillanatokról tudták iradni nekünk, hogy ami bennünket érdekel, és azon megtaláltuk a római tábornak már csak a nyomait. Mert azért 1892-től eltett egy kis idő, és közben ellopódtak azok a kövek, eltűntek, ugyanúgy, mint a dunaparti sörgyár, a Mayerfi féle sörgyár. Gyakorlatilag majdnem minden elveszett, amit fontosnak tartottunk annak idején. De hát az vannak olyan elméletek is, hogy nem kell már a régi dolgokkal, ezek a marhasággal foglalkozni. Én meg azt mondom, hogy hát itt most elég szépen vagyunk. Azt jelenti, hogy érdemes ezekkel a dolgokkal foglalkozni, mert aki nem tanul a múltból, annak keserű lesz a jövője. Talán lehet, hogy ez így van, nem biztos. Én legalábbis azt hiszem. És szeretnék itt egy kis korrekciót is, ha megengedik, és akkor ugye, mert azért 130-an írták a 20 kötet, a 15 kötetet, több mint 130-an, és több mint 4000 oldal. Hát ezt itt én nem akarnék erre reagálni és sorba felsorolni, mert hát most olcsón meg lehet venni, és nagyon sok olvasmányos, nagyon kellemes írás, ha arra gondolok, hogy nem tudom, itt van-e közöttünk a Vízvári Vili? Jó. Hát például az ő írásai, de a többiek is. Mladekica néni nem jött el, ugye? Fiam. Te vagy. Üdvözöllek. Csodálatos dolgokat írt.
Kisgödről. De ő említette meg az írókat, akik fontosak voltak. Olyan író például, mint Arany László. Arany László. Nem tudom megállni, hogy el ne süssem ezt a poént, amit már annyiszor elmondtam, de változnak az idők és az arcok is, itt ugye, amelyik úgy szólt, hogy a Dunaparton, a Széchenyi strand fölött van az egy kis, volt kis kúriája, de az egész óriási terület az övé volt, szőlészettel foglalkozott, mindenféle állattartással is. És amikor egyszer apjánál Arany János, a legnagyobb magyar költő, ugye 40 ezer szót tudott, ha igazat mondott nekem Fecske András tanár úr a Könyves Kálmán gimnáziumban, annak idején, akkor ezt is el lehet hinni, hogy megkérdezték tőle, hogy hát ügyvéd volt végül is a László, és hogy hát hol van a László? Elment a László Gödre, mert ott van neki Gödre. Ezt válaszolta. Na most mi az a Gödör? Hát az a hallatlan klassz strandrész, a Széchenyi strand, a forrással együtt. És mit mutat az első térkép, amin el lehet igazodni? Az, hogy ahogy beérkezik az autóbusz manapság, vagy a gépkocsi, vagy a lovaskocsi, már nem, beérkezik Alsógödre, Pest felől, akkor egy nyílegyenes út vezet egy jegenye fákkal szegélyezve a Széchenyi strandhoz. Miért? Mert üzemanyagot a lovak csak tudtak fölvenni, hogy másod nem voltak kutak. De a Zsuzsi forrás, vagyis a Széchenyi Ödönről elnevezett forrás még nem volt elfertőzve, még nem engedték be a szennyvizet a régi kutakba a népek, hanem tiszta volt a víz, ugye? És onnan pedig, ha még meg akarjátok nézni, akkor elmentek a Kincsemnek nevezett régi kódi csárdába, lovasposta hát megállóhoz, mert hát ugye Megyeri csárda volt az egyik 9 mérföldre utána ez. Ott meglátjátok, hogy szöget zár be a rajta mellette elvezető út. Az azt jelenti, hogy innen egy egyenesen lehetett kimenni, és ott kikerülte azokat a területeket, ahol árvíz volt, árvíz járt a terület, meg hát ezt szolgálta, ha már nagyon nagy volt a mai Felsőgöd Kertváros részén az árvíz, vagy egészen Szőligetig, a mostani Szőligetig elhúzott, akkor már ott, ahol most a Sorompó van, ott már mentek arra körbe, de ezt majd holnap, akik jönnek autóbuszos kirándulásra, majd akkor fogom nekik ott tovább elmondani, hogy hogy is volt, mint is hozott volt. Valamit. Hoztam magammal valamit. Megbocsátanak, akik itt beszélnek itt a 20 éves évfordulóról, akkor mondom valamit, hogy azt mondja, ez a kis, most a tetőtérből hoztam ezt le otthon, Göd. Mert 1961-ben, ahogy kezdtem az egészet, hát akkor megbíztak, hogy csinálj meg. Ez az, annak az anyaga, amit 18 oldal, vagy a polgármester úr mondta, de ez szerepel az első kötetben. Hát ennyi a hozzá. És pedig ebben benne volt még egy kis cédula is, amiben hivatalosan megbíztak azzal, hogy én foglalkozzam Göd történetével. És napokkal ezelőtt nyomtam, eltűnt. És most jön egy másik dolog, amit szeretnék, nehézem, nem baj? Amikor a holnapi kirándulásra készültem fel, megkértem az én drága páromat, hogy kísérjen el, kocsival mentünk, megnézzük, hogy hová tudunk eljutni. A római tábornak az összes lelet anyaga Dunakeszén található, len a Révútnak az alján, ha lemegyünk a volt Révcsárdához, a parton Vász felé vagy Göd felé fordulunk, a második házban elkezdett egy ember építkezni, ezelőtt 10 évvel, vagy 15 évvel, és hát csodálatos régi köveket talált, ragyogóan poligonális köveket, de úgy megépítve, hogy azt csákányan nem lehet szinte szétverni. Hát ott is volt egy római tábornak, volt egy tornya, úgy, mint ami itt mi nálunk is, a régi sörgyár, a köztársaság út végén, amit mi Szeszgyárnak hívtunk, fehérhajúak, az gyakorlatilag sörgyár volt, a Mayer fiak sörgyára, és annak két emeletes pincéje volt, az alsó pince, amelyiket később a Mayer fiak felhasználtak sör ászokoláshoz, az eredeti római őrtorony volt a Duna parton,
vigyázta egyrészt a Göd alja révet, ami így neveztek el, ami ugyanott ment át, ahol tényleg lovak szigérő vízbe, de emberek is át tudtak haladni, úgyhogy nem fulladtak be a Dunába. Nagyon fontos átkelő hely volt. Azért vezetett a Szolnok felől egy régi-régi út ide, azt mondja Hajcsár út, ez volt a neve. Valentés úr itt ezt pontosan tudja, és ő a csodálatos könyvében említést is tett elő. Megvan valakinek? Meg ugye? Gyakran előveszem, és rettenten tetszik, amit csinált, pedig hát ő sződi ember. De azért csinálta, mert Sződ és Göd története összefügg, együtt vagyunk. Azzal ugyan, hogy Gödről a Neoakvisztika Komisszió vizsgálatai után a török megszállást követően, Gödről azt mondják, hogy elpusztult, Sződ lakott, négy lakosa volt, négy. És azok is nagyon szegények, hozzáfűzték annak idején a jelentésben. Na most visszatérve, hogy ezek az épületek, ezeknek a megvédése, megóvása, felelősséggel a mi dolgunk lett volna, de nem volt hozzá erőnk, hogy megvédjük őket. Azért megyünk most Dunakeszire, hogy megnézzük azokat a leleteket, amelyiket Mráv Zsolt oda vitt le, mert ott védett helyen vannak, mert ez a bácsi, aki a tulajdonos, ez gondoskodott arról, hogy védett, szinte múzeum, ragyogó múzeumot alakított ki, azt fogjuk megnézni holnap, hogy hogy is néz ki, és utána majd járjuk a többi területet. De azért el kell mondanom még befejezésül azt, hogy ne fárasztok senkit, hogy hát azért az igazság az, hogy ez a Göd múltjának a kutatása azért nem 20 éves, hanem pontosan 51 éves, ha megnézem azt, hogy hát mikor kaptam ezt a megbízást. És hozzájön a következő, amikor ezt az utat terveztük, és a párommal elindultunk, onnan indultam ugye most is el, akkor megálltam én a kocsival, itt a Kossuth téren, a cukrászda mellett, ahol valamikor az alsógödi posta volt, és ahol a Pártos Juditka is lakott, nyugodjon békében, 3 éve halott már, ott várakoztam, amikor a mellette a templom felé eső telekről jött át a fiatalasszony, hozott oda el a telekre ruhákat szárítani, és jaj, de jó, hogy tetszett jönni, Józsi bácsi, jaj, de jó, a Juditka hagyott magának egy csomagot, Krisztus ereje, nekem csomagot 3 év után, és itt van. Ezt mind csak azért mondom, mert jó lenne, ha lenne valahol egy múzeumunk. Pártos Gyula, alsógödi iskola igazgató, itt van a fényképe is, azt mondja, Pártos Gyula igazgató, tanító, katonaruhában is, és az igazolványra az van írva, hogy a Magyar Államvasutak félárú jegy váltására jogosító igazolvány. Hogy kerül ez ide? De itt van egy honvédségi horti hadseregből származó tiszti síp. Tiszti síp. Aztán van itt egy horpadt cigaretta tárca. Van itt egy nagyon rongyos zsebkendő. És van itt egy olyan katonasapka, tiszti sapka, borzongok, amelyiken látszik a szilánk bemenete és a áthaladása. Ebbe halt bele. Kellene múzeum Gödnek. Köszönöm a figyelmüket. Köszönöm a figyelmüket. Önök is megkérdezném, hogy mikor, hogyan kezdődött ez a helytörténeti munka, hogyan csöppent be, kitől tanultam meg a módszereket, erről már beszélgettünk is, ön le is írta ezeket a dolgokat, úgyhogy megkérem, hogy olvassa fel. Elnézést kérek, ilyen nincsen jobb beszélgésével, mint Dobi barátomnak, azért volt ő mindig a szóvidő, én meg inkább az adminisztratív dolgokkal foglalkoztam. Meg a számítógépte voltam. 1997-ben költöztem Felsőgödre. Az állomási trafikban akadtam rá egy Gödi halanak kezdeti kötetre. Láttam, hogy Bátorfi
Dodi is benne van az írók között. Dodit régről ismertem, mert valamikor ő is az Unokész Ján Leviton dolgozott, és érdeklődtem nála az almanakról. Mindjárt felajánlott, hogy csatlakozzam hozzájuk. 1999-ben nyugdíjra jöttem, és elfogadtam felkérését. Folytatni a 18-19. Századtól elhunyt Gödiek kutatására vonatkozó tanulmányt a Szőri plébánián. A 2000 évi Anna kiadás előtt Dodi megkért, hogy kísérjem el az akkor dunakeszi lakónyomdászhoz, és nézzem át a számítógépen a kötetet. Mit kellene ezen javítani? A 2000 kötet kiadása után a helyi sajtóban nyilatkozott, hogy a szerkesztés tovább nem tudja vállalni. Megkért, hogy folytassam ezt a munkát, mint író és szerkesztőstárs, természetesen továbbra is benne maradt a csapatban. Ezen feladatok keretében tartott a kéziratok begyűjtése, adatok esetenkénti ellenőrzése, kiegészítése, szerzőkkel, szerkesztőtársakkal való megbeszélés, tartalomjegyzék kialakítás, nyomdával való kapcsolattartás, az előzetes példák úgynevezett kefele vonat ellenőrzése a szerkesztőtársakkal, végleges forma, darabszám és árajánlat megbeszélése a polgármesterrel, a nyomda által kijavított szöveg ellenőrzése, a könyvbemutató intézése a könyvtárral. Nem mondtuk ki, valójában ez volt egy ilyen összefogó főszerkesztői feladat szerint felült munka. Ekkor felkerestem tanácsi egy gyermekkori barátomat, Veresegyházán lakó magyar történelmi tanár, levéltáros Horváth Lajos, aki előzőleg a Pest-megyei levéltárban dolgozott, majd az országgyűlés főlevéltárosa volt, és előadó volt a Gödi Egyetemen, mint helytörténet ismertető tanár. Ismertem helytörténeti munkásságát, kb. 20 település helytörténet írta meg. Segítségével megvásároltam a Pest-Pilis-Sort Vármegye közgyűlési jegyzőkönyvnek regesztáit, könyvsorozat 10 kötetét, mely akkor pár 10 forint volt csak kötetenként, és egy 16. századi török idők Pest megyei gazdálkodásáról szóló könyvet, és többeket. Az öcsém révén hozzájutottam Dunaharaszti történetének 3 kötetes kiadásához, majd később antikváriumban, árveréseken, interneten, időközben megjelenő helytörleti munkákkal bővítettem könyvtáramat. A 2001 évi kötetben a regesztákból kijegyzeteltem Göb 1700 évi határ és szóló jegyzőkönyvet, és Horváth Lajost is fölkértem egy cikk megírására, aki utána is hozzájárult lakóhelyünk történetének, egyes földesurainak hiteles megismertetéséhez. Példány nyomán, szerkesztői munkám során nagyon fontos szempontnak tartottam, hogy a dolgozatokhoz tartozzon forrásmegjelölés, felhasznált ajánlott irodalmi jegyzék, lábjegyzet, hivatkozások, és írásban rögzített szájhagyó a világától áttérjünk a konkrét történettudományi felé haladó irányba. A tényirodalom felé csak úgy lehet tovább lépni, ha mindaz, amit állítunk, hiteles forrásokkal alátámasztható. Fontos, hogy az olvasó egy-egy téma későbbi kutatója ellenőrizhesse az állítások tényszerűségét, megtalálhassa a dolgozatban szereplő adatok forrását. A történelem és egy város történetének kutatásában elengedhetetlen hitelesség, tényszerűség. A tudományos ígérő témafeldolgozást tűztem ki célul, ezt a szempontot sikerült is érvényesítenem saját írásaimban, és erre törekedtem az általam szerkesztett kötetekben, szerzőtársaim dolgozatainál is. A kitűzött cél érdekében folyamatosan látogattam a levéltárakat, tanulmányoztam a témáinkhoz tartozó lexikonokat, interneten talált szakirodalmat, információkat. Természetesen az egykori szemtanúkat is felkerestem. Igen sok év alatt összegyűlt anyagban kereshetőséget biztosítani kellett. Ebben nagy előrépés jelentett, hogy folyamatosan táblázatokat készítettem, amelyikben pillanatok alatt rátalált az ember arra, hogy melyik kötetben szerepel az általa keresett írás, vagy arra, hogy ki mindenki foglalkozott egy témával, ahogy na, ott is látszik, hogy egy-egy szerző milyen témákat dolgozott föl. Táblázatokat készítettem időrendben csoportosítva, településünk történt adatairól, megjelölve az adat, melyik kötetekben található. A megbízásom 2007-ig tartott, amikor is újra Bátfai Józsa kapta meg ezt a feladatot. A táblázatot ennek ellenére továbbra is kiegészítve, mint eddigi 15 kötetre elkészítettem, amely mindenkinek a rendelkezésére áll.
a kereshetőségek tovább fejlesztése és kiteljesítés az jelenteni, ha valóban elkészülhetne az eddig megjelent kötetek online változata, amelyben közvetlenül rá lehetne keresni bármely névre, címszóra, összes olyan szöveghely megjelenne a monitoron, amelyben a keresett kifejezés előfordul. Köszönöm, hogy meghallgattak. És akik itt ültek velünk együtt, velem együtt, én csak résztvevő voltam, 2002. novemberre lehetett talán, akkor volt egy almanak átadás, akkor volt már egy hasonló akció, amelyik a kereshetőséget szolgálta. Aztán nem követek el szentségtelést, ha nagyon röviden elmondom. Tanulság is. Volt akkor egy képviselő, akkor lett megválasztva a dr. Horváth Viktor, egy nagyon tehetséges fizikus és informatikával is foglalkozó ember, aki nem volt szocialista éppen, hiszen szocialista képviselőtestet többség volt akkor 2002-ben, Sándor Pista volt a polgármester, és akkor a Viktor mondta, hogy hát ő itt a átadás után szeretne valamiről beszélni. És mondták, hogy hát miről szeretne beszélni? Kérdezték. Hát mondta, hogy meglepetés. Na hát ez kivette a biztosítékot, mert ugye a politikai vezetés a meglepetéseket nem szereti, és mondták, hogy itt nem lehet hozzászólni, ez nem egy olyan hely. De hát mondta neki, joga van, hát addig, hogy na jó, akkor hozzászólhat a végén, megengedik. Eljöttünk a végére a mostani hasonló ünnepségnek, és hát akkor Horváth Viktor fog jönni. Dr. Horváth Viktor elmondhatja maga kis meglepetését, és mondta a polgármester, hogy egy pillanat, nekem még lenne egy rövid mondatom, amit elmondanék, aztán majd jöhet Horváth úr. Kijött ide, és azt mondta, kedves közönség, az előadás előtt néhány szék aljára felragasztottunk egy-egy sárga kis cetlit. Aki ezt megtalálja, az kap egy ingyen almanakot. Na, az emberek felugráltak, forgatták fel a széket, majd dzsumbúj lett. Néhányan megtalálták, mert valóban volt, ide kijöttek, megkapták az almanakot, és a többiek hazamentek bánatukban. A szegény Viktor nem tudta elmondani a meglepetését, mert ugye a politika nem engedte, hogy ő meglepje itt a társaságban. Most egyrészt ez tanulságos volt, hogy hogyan lehet ilyet csinálni, másrészt Viktor azt akarta megmutatni, hogy hogy lehet keresni egy almanakban, és egy évet talán föl is dolgozott. És akkor, ha ez a mentál, lehet, hogy ma már akkor valamennyi meg lenne ilyen módon oldva, de gondolom, hogy találunk erre vállalkozót is egy megfelelő kondicionálással létrejött egy ilyen kereső program, ahol az almanakot. Ma már ez nem olyan problémán az elolvasók vagy elolvasók korában, úgyhogy támogatom és meg fogjuk oldani. Köszönöm szépen! Nagyon szépen köszönöm az ígéretet, és ma tovább bevallottam, polgármesterről. Most pedig rátérnénk ugye az új almanak a bemutatójára, viszont mielőtt elkezdenénk ezt, szeretném megkérdezni, hogy lássa mindenki ennek a kötetnek a szerkesztőjét, aki hatalmas mennyiségű munkát tett ebbe a feladatba, és nélkül azt hiszem, persze a szerzők nélkül sem, de kell egy ember, aki összefogja mindezt, és nélkül sem jött volna mindez össze, aki szeretné minket megköszönni, és polgármesterül szeretné ezt megköszönni, de magát. Sokan meg is vásároltak, és szeretnék erről beszélgetni egy kicsit Bernadette úgy formailag, mint tartalmilag, és megkérdezni először is, hogy hogyan kapta ezt a felkérést, mikor kapta meg, mikor kezdődtek a munkák, hogy alapult ennek az egésznek a folyamata. Először ezt köszönöm. Felállok inkább, hogy mindenki lássam, gondolom, nagyon el vagyunk bújva, hogy örülünk. Tehát igazából azt hiszem, hogy március elején érkezett a felkérés, akkor határozott, nem tudom, már korábban elhatározta a polgármester úr, mindesetre akkor lépett a tettek mezeire, és egy hétköznap reggel munkába menet becsöngetett Bátorfi Dodi bácsi a házába, ha jól tudom a történetet, és akkor személyesen kérte fel őt, hogy lépjen az almanak ügyében Dodi bácsi,
és hozza össze valahogyan újra ezt a csapatot, hogy a 20. évforduló alkalmából egy ünnepi kiadványban újra megmutatkozhassanak az Almanak régi szerzői, sőt régi és új szerzői egyaránt. És hát így indult el ez a munkafolyamat, akkor az önkormányzat épületében, a tanácsteremben, illetve azt hiszem először még polgármester úr irodájában összegyűlt a társaság, a végleges társaságnak akkor még csak egy része, és elkezdtek közösen gondolkodni azon a korábbi számokban is alkotó szervek, hogy vajon milyen témákból lehetne összeállítani ezt az új kiadványt. Szinte mindenkinek megvolt már a téma ötlete, valószínű, hogy ez a három év kihagyás, ami történt, az sem azt jelentette, hogy megszűnt az a belső munka, amit egyébként a helytörténettel foglalkozó szerzőink valószínűleg folyamatosan végeznek, függetlenül attól, hogy van-e éppen lehetőségük publikálni, vagy nem, hiszen ez egy olyan belső indítatásból működő dolog, ami azt hiszem, hogy amit mindenki hobbi szinten, sőt hivatásszerűen végez akkor is, ha éppen nem ez a munkája. Ezek az emberek, mondhatom, hogyha nem értik félre és ha nem hangzik pejoratív módon, hogy ezek az emberek tulajdonképpen egyfajta megszállottak, teljesen jó értelemben véve. És azt is hozzá kell tennünk, hogy az eddigi 15 kötetben is mindig mindenféle honorárium nélkül önzetlenül végezték a munkájukat, éppen azért, mert számukra a honorárium, vagy az elismerés, vagy az a fajta jó érzés, ami eltölthette őket az elvégzett munka láttán, az éppen elegendő volt ahhoz, hogy a következő évben is nekiinduljanak ennek a nagy feladatnak. És hát Bátorfi József és Lám József beszámolójából is hallhattuk, hogy mekkora munka van itt igazából már a hátunk mögött, és hogy ez a 20 év, ez, ami eltelt, ez, sőt 50, ahogy Dori bácsi pontosít és teljes joggal teszik, ez egy óriási értéket halmozott fel. És azért is volt számomra megtisztelő ez a felkérés, mert egyszerűen örültem annak, hogy van folytatás, és hogy ezeket az értékeket tovább lehet vinni, és újra meg lehet mutatni, hogy mi van még itt a város tarsójában. És hát, hogy miért rám esett a választás, ezt igazából nem tudom. Dodi bácsi betette fel egy javaslatban az én nevemet, és természetesen nagy örömmel vállaltam, és nagyon megtisztelőnek éreztem ezt a felkérést. És hát most az eltelt fél év, vagy közel fél év alatt betekintést nyerhettem abban, hogy milyen óriási munka ez, ennyi embernek a szívügyével foglalkozni, és magam is szívügyemnek éreztem végig ezt a feladatot. És hát ugye itt 20 éven keresztül zajlott már egy ilyen munka, sőt 50 éven keresztül zajlott az a kutatássorozat, aminek a momentumai vagy egyes produktumai mindig megmutatkoztak az Almanak köteteinek hasábjain. A szerzőgárda pedig hát a mostani kiadványnál mindenek előtt a korábbi szerzőkből kezdett alakulni, hiszen ők voltak az a mag, akire számítani lehetett. És aztán, ahogy haladtunk előre a munkafolyamatban, havonta egyszer ültünk össze az önkormányzat épületében, hol a tanácsteremben, hol pedig polgármester úr biztosította számunkra a saját irodáját, és akkor ott ültük körül a nagy asztalt, és mindenki elmondta, hogy milyen témában szeretne írni, mivel foglalkozik, milyen kutatásokat végez, és ahogy haladtunk előre az időben, egyre másra gyarapodott a szerzők száma, és egyre szélesedett a kör, és mindig újabb és újabb emberek csatlakoztak hozzánk önként, vagy jutottak eszébe egy-egy szerzőnek újabb nevek, akiket érdemesnek találtunk arra, hogy meg kellene keresni, meg kellene kérni, hogy csatlakozzon ő is a társasághoz. Úgyhogy így alakult ki végül is a végleges szerzői kör, 27 ember készítette ezt a mostani kiadványt, és hát az én célom végül is az volt, hogy valahogy maradjunk hűek ennek a 20 évnek a hagyományaihoz, és mutassuk meg újra ezeket az értékeket, ha lehetőség van rá, és ahogyan polgármester úr is említette, ha anyagi lehetőséget is biztosít erre az önkormányzat, akkor használjuk ki ezt a lehetőséget, és tényleg amennyire a könyvészet eszközeivel fel lehet mutatni ezeket az értékeket, próbáljuk meg a maximumot kihozni ebből a lehetőségből.
És hát így alakult ki ez a kiadvány, és nagyon-nagyon szeretném megköszönni a közös munkát minden szerzőnek, mert valóban nagy élmény volt számomra is együtt dolgozni, mint a nyúkkal, és miközben az ember egy szöveget gondolsz, egy kicsit így a gyermekévé is válik a szöveg, tehát nagyon közel kerül hozzá, hiszen szóról szóra gondolkodik együtt a szerzővel, és igyekszik a lehető legfinomabban, vagy a legkisebb beavatkozással, mégis a legjobbá, lehetőség szerint legjobbá tenni a szöveget. És hát sokszor nagyon-nagyon megható, sőt megrázó történetekkel találkoztam, akik majd elolvassák az almanak írását, látni fogják, hogy ez mennyire így van. És sokszor találkoztam olyan munkákkal, amelyekben pedig rendkívül nagy tudományos munka nyomai látszottak. Látszott az az erőfeszítés, hogy ki hányszor, hány alkalommal, hányféle helyen járt különböző tudományos intézményekben, levéltárakban, könyvtárakban, milyen kutató munkát végzett annak érdekében, hogy ahogy Láng úr is említette, pontos forrásokra, hivatkozásokkal meg tudja jelölni, hogy hol érhetők el azok a fontos történeti hitelességű adatok, amelyek bekerültek a munkájába. Úgyhogy mindenki más módon lepett meg, és más módon bővölt el a munkájával, és nagyon köszönöm mindenkinek, hogy szívét, lelkét beleadta. És nagyon köszönöm polgármester úrnak is a lehetőséget, hogy ez a kiadvány így a 20. évfordulóra, sőt a várossá alakulásunk 15. évfordulójára, mert hogy ezt is ünnepeljük az idén, létrejöhetett. És nagyon köszönöm Bacula Krisztinek, aki az önkormányzat és a szerkesztői gárda stáb között folyamatos közvetítői szerepet látott el, nagyon komoly szervezői munkát vállalt magára ezzel. És nagyon köszönöm Nagy Gyéti Tamásnak a szép rajzokat, aki hát így igazából miután Budapesten lakik és időskora sem engedi meg, hogy minden egyes alkalommal leutazzon Gödre, de így távolról együtt volt velünk, és ahogy a minden kötetben ott szerepelnek a rajzai, az idő is elküldte az ő kezemünkáját, és nem is tudom, mindenkinek köszönöm, aki bármit is hozzátett ahhoz, hogy ez a munka létrejöhetett. Galli Gábornak is külön köszönöm, hogy rendelkezésünkre bocsátotta sokszor a Detvoldi Klub gyűjteményéből, a digitális képarchívumából azokat a fotókat, amelyekkel nagyon szépen kiegészült, kiteljesedett egy-egy munka. És hát Hegyi Valinak is nagyon köszönöm, hogy most itt lehetünk ebben a családias kávéházi hangulatban, és így ünnepelhetjük ennek a kiadványnak a létrejöttét. Köszönöm szépen a választ. Most a tartalmáról fogunk beszélni, hogy hogyan alakult ki. Volt-e valami koncepcióval, a szerkesztői koncepció, hogy milyen sorrendbe kerültek bele az írások? Szerkesztői koncepció, ha úgy tetszik, prekoncepció nem volt, hiszen a szerzők maguk hozták a munkáikat, és hogy a kötetnek mi lesz aztán végül az utólagos koncepciója, vagy milyen üzenete lesz az tehát az nem rajta múlt, hanem a szerzőkön múlt. Azt hiszem, hogy egyébként az összes almanak koncepciója, vagy üzenete az igazából egyfajta betekintés a múltba, amit látunk, azok mindig Göt történetének különböző mozaik darabjai. Ugye egy város történetét nem lehet megírni az elejétől a végéig, hiszen túl szerteágazó, túl sokrétű ahhoz a történelem, akár egy város története is, hogy ezt egy könyvbe vagy akár egy könyvsorozatba lehessen foglalni. Amiket olvashatunk, azok ugye kis darabkák a történelemből, a város történetéből, és nem mindig abból a fajta történelemből, amit az iskolákban tanulunk. Ugye azt gondoljuk, hogy a történelem legalábbis bizonyos értelmezés szerint az a politikai és a gazdasági hatalmak érvényre juttatásának a története, a különböző szemben álló felek, hatalmak, társadalmi szervezetek harca, küzdelme és az a folyamat, amely révén fejlődünk, vagy legalábbis eljutunk egyik társadalmi szervezettől, vagy alakulattól a másikig. De ugyanakkor a történelem az ennél jóval több, én azt hiszem, hogy az mindig az egyes családok, az egyes emberek történetei, sorsok történetei, és mindazokat a történelmi eseményeket, amiket
a történelem könyvekből, aztán utólag elsajátít egy-egy nemzedék, azok mögött a tudományos módon értelmezhető történeti folyamatok mögött emberi sorsok vannak, és nagyon sokszor emberi tragédiák, nagyon nehéz emberi élethelyzetek, és ezekből is számos alkalommal láthatunk egy-egy mozaik darabkát a Bödi Almanak köteteiben, hiszen éppen azok az évtizedek, amelyeket magunk mögött tudhatunk, szerencsére már a történelmi múltunk részét képezik, a két háborúnak az eseményei, vagy az 56-os események. Ezek nagyon nehéz idők voltak. Egyszerűen a történelem maga tette nehézé az emberek számára, és ehhez aztán még mindenkinek az egyéni sors története hozzáadódott. Tehát ezekből a történetekből láthatunk mozaik darabkákat, és nagyon sokszor találkozhatunk a város természeti értékeinek a feldolgozásaival, és nagyon sokszor találhatunk emberi példákkal, közösségek együttműködésével, közösségek alakulásával. Tehát igazából ez az értékek története, a városunk értékeinek a története, én azt hiszem a Bödi Almanak is ezért van értelme, vagy ezért is van értelme újra és újra neki fogni ennek a munkának, amíg csak van, aki ezzel foglalkozzon, az egész szívének érzi. Köszönjük. Igen, még nagyon szeretnék tőled megkérdezni valamit. Találtam egy érdekes dolgot ebben a könyvben, amit lapozgattam az új almanakban. Nagyon különleges grafikai elem díszíti az oldalakat. Ha belenéznek, aki már vásárolt, ilyen kis szürkés háttér fölött kis cirádák. Miért? Ez gondolom arra, tehát vagy arra a kis grafikai elemre gondol, ami a lapszámok fölött látható. Ez csak egyszerűen ezzel az elemmel szerettem volna valahogy egy picit cizelláltabbá vagy finomabbá tenni az oldalak megjelenését, és valahogyan jelezni azt, hogy a város történetével foglalkozik ez a kiadvány. Ez a kis motívum, ez a városháza épületének, az egykori Bóvald villának az eredeti kapuját, vaskapuját ábrát, tehát a vaskapujának a csúcsdísze, azt a kis grafikai elemet választottam ki, hogy valamiféle állandó szimbólumként megjelenjen az egyes oldalakon, és ugyanennek a kapunak, ha úgy tetszik, városkapunak a rajzát láthatjuk az első belső borítón is. Úgyhogy hát igen, tehát valahogy grafikai elemek szintjén is szerettük volna ezt a történetiséget megjeleníteni. És előbb még Bali kérdezte, hogy az egyes dolgozatok egymás után is állta, vagy sorrendje az hogyan alakult ki. Miután az almanak az egy történeti műfaj, és Bali bácsi, illetve Lán József iskolában azt a hagyományt követte, hogy az egyes cikkeket, dolgozatokat történeti korok szerint rendezték sorrendbe, tehát tulajdonképpen egyfajta kronológiát követtek, én is ezt az utat, vagy hagyományt választottam, vagy követtem, és az őstörténettől, tehát a legrégebbi korokkal foglalkozó írásoktól indultunk el, és így haladtunk aztán folyamatosan a hozzánk időben már egyre közelebbi korszakok felé, és jutottunk el egész idáig. Thank you.
Mai adásunkban. Magazinban örökítjük meg a város kulturális eseményeit, ezért szeretnénk, hogyha észrevételeiket, javaslataikat, véleményeiket megírnák, és elküldenék nekünk a tvkukac.göditémák.hu e-mail címre. Terveink szerint legközelebb ismét 2 hét múlva jelentkezünk. További műsorainkat figyelemmel kísérhetik, régebbi adásainkat visszanézhetik a www.göditémák.hu webcímen vagy a Facebookos profilunkon. Munkatársam nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Viszontlátásra!